A minap gondoltunk egy nagyot, és kitaláltuk, hogy ellátogatunk Jamaikába nyaralni egyet. Ha kérdeznétek, hogy miért pont Jamaikába mentünk? Hát azért, mert ott még nem voltunk. Na utcú! Itt vagyunk az Ausztriai. Nincs bőrön, de leadtuk. Itt még Jánosi Gergő nem tudta, hogy neki bizony nem is lesz már bőröndje a nyaraláson. Itt vagyunk a... Hol vagy? Ausztriába. Szóval most innen megyünk tovább Frankfurtba, hogy együnk egy frankfurti levest. Na irány Frankfurt! És ide is értünk Frankfurtba, frankfurti leves, frankfurti virsli, frankfurti gyöngyi, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fogunk várni a következő gépre, 5 órát, addig elszámolni sem tudok, úgyhogy most nincs más dolog, mint várunk 5 egész órát. Megkímélnélek benneteket ettől az 5 órától, szóval ugorjunk is rá a repülőre! Jaj, hát a repülőút csak úgy elröppent. Értitek? Röppent? Mert hogy repülővel mentünk. Nem, amúgy nagyon nem volt könnyű. 11 órát utaztunk, ültünk a repülőn. Borzasztó! Hozzuk közelebb Jamaikát! És 10 óra repülés után leszálltunk Kubában. Érdekesség, hogy nézzétek, csak valahol itt pakolják ki Jánosi Gergő bőröndjét. És aztán végre megérkeztünk Jamaikába! Sziasztok! Itt Potato Dave, és elérkeztünk az első sífelvonós utunkhoz. Jaj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 
No, és meg is érkeztünk Jamaikába! Ott lesz valaki. Hello. Hello, szia. Egy bőröndel kevesebb, de nagyon jól. Na Gergő, elmeséled, mi történt? Hát volt egyszer egy bőrönd, feladtuk, és eltűnt. Jó történet volt. Szóval aki lájkolja ezt a videót, az beülhet Dogi Andi síléce mellé. A fene vigye már el ezt a síelős vlogot. Biztos bosszút akar állni, amiért nem vágtam meg még télen. Na de rajtam nem fog ki. Vissza Jamaikára! A szálloda valami pazar volt. Komolyan mondom, én ilyen szép szállodában még soha életemben nem voltam. Viszont... miután kimentünk, jött a fekete leves. Na de amúgy nem egész Jamaica ilyen. Ellátogattunk egy vízeséshez is, ami fantasztikus volt! Ja, és azt nem is mondtam, hogy meg is másztuk! Miután sikeresen megmásztuk a vízesést, elindultunk és megnéztük Bomberli szülőházát.
aztán megtudtuk, hogy Bob Merli már akkor is Bob Merli-s ágyneműben takarózott, amikor még nem is volt igazán Bob Merli. Bizony. Másnap pedig ismét útnak indultunk, és mentünk megnézni Jamaica fővárosát, Kingstont. Ott aztán pedig jól megismerkedtünk azzal, hogy milyen jó körülmények között is élünk mi itt idehaza. De komolyan, nézzétek meg ezt! Vagy ezt! Esetleg ezt! Higgyétek el, jó hely ez a Magyarország! Aztán pedig egy váratlan pillanatban kitettek minket, és elkezdtünk sétálni ezen az utcán. Most lesz Gergőnek a születésnapja, és meglepjük őt valamivel, méghozzá, ugye, mivel ő nagyon-nagyon-nagyon szereti karcsikacsát, ezért arra gondoltunk, hogy meglepjük őt egy ilyennel, ez ugyan gyerekeknek szól, és rá van írva, hogy elbír 40 kg-ot, de hát arra gondoltunk, hogy Gergő most úgyis fogyózik, szóval ez egy jó cél lesz neki, hogy lefogjon 40 kiló alá, hogy elbírja, és teleírtuk a dobozát mindenféle butasággal, úgyhogy majd nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit fog hozzászólni. Lessük meg! Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen sok ilyen szép napod. Hoztunk neked törölközőt. Jaj, de jó, mindig egy két törölközőt. Ugye? Nehéz volt átcsempészni a határon. Hoztunk neked egy karcsi a kacsát. Hát ez mekkora? Nagyon jó. Tessék, na ügyelj egy. Köszönöm szépen. Nagyon kényelmes ez a karcsi. Jaj, de szép Károlyod van. A többi nap már pedig csak pihenésből és lazulásból telt. Igazából összegezve Jamaicát, szuper hely, nagyon jó hely, ugyanakkor nagyon para hely is, szóval csak óvatosan, aki oda látogatna. Mi szupereket ettünk, szupereket buliztunk, és a legjobb volt, hogy a szállodában minden egyes nap volt valami előadás, valami játék a parton, szóval tök jól éreztük magunkat. Ha pedig neked tetszett ez a vlog, és szeretnél még látni ilyen vlogokat, akkor nyomj erre a videóra egy lájkot, iratkozzál föl, köszi, hogy megnézted, sziasztok!